Én az eddig rendelkezésemre bocsátott vizsgálatomból azt tudom mondani önnek, hogy az Olaf által föltett kérdésekre megnyugtató választ ad a kormányzat. A magyar kormány megnyugtató választ ad adni az Olaf kérdésre. A magyar kormány vagy Farkas Flórián? Ez ugyanaz ebben a szempontból, mert a kérdések részben az ő munkájával kapcsolatos, esetleg pedig a képviselőtársunk és munkatársunk. Tehát áttekintve a jegyzőkönyvet és a jegyzőkönyvben föltött kérdéseket, meggyőződésem szerint erre megnyugtató válaszokat tudunk adni. És miután Farkas Flórián mostanában nem lehet utolérni nyilvános eseményeken. Szóval elszalad bennünket? Nem jelenik meg, vagy nem válaszol, vagy elszalad, nem tudom, de nem jelenik meg leginkább. Ő miniszterelnöki biztosként, attól tartok, nem reagál. A miniszterelnöki biztosként pontosan hivatalilag hol lehet utolérni? Tehát milyen szerv? A miniszterelnökségen és az Emberi Erőforrás Minisztériumban. Köszönöm. A következő... Szólok nekik, hogy maguk keresik. Lehet, hogy nem tudja, hogy maguk keresik. Biztosan tudja, mert már volt, hogy amikor az otthonában próbáltuk utolérni, a kollégákra kihívták a rendőröket. Újságírók. Nem találtuk. Magán otthonba bemenni, az udvariatlan dolog, nem? Csöngettünk, hát nem. Keresnék a hivatalában. Itt lesz a parlament, megkezdődik a parlamenti szezon. Mindenképpen szólok neki, hogy a magyar nemzet keresi. Ezt nagyon szépen majd köszönjük. Hát, ha össze tudom hozni magunkat. Miniszter úrnak, mi a véleménye arról a gondolatkísérletről, amit Söprény György kollégája írt egy közösségi oldalon, mely szerint levágott disznófejekkel lehetne elriasztani a migránsokat a határzárnál?